Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na hát, igazság szerint, hogyha látjátok, akkor ez nem a World of Tanks, hanem valami viszonyatosan brutálisan csúnya állat, meg én egy törpe ott ülök fönt. És igazság szerint ez a játék ez nem más, mint a Rift. Igen. Hát egy picit ugye most kevesebbet játszunk egyébként World of Tanks-et, mert egy kicsit hát hogy is mondjam, szünetelünk. Nem annyira szünetelünk, csak picit szünetelünk, tehát értitek. Úgy erőt gyűjtünk inkább a meccsekhez, azt mondanám. És elkezdtünk szakálbetyárral egy MMO-t játszani, aminek a Rift a neve, legalábbis ez. És nagyon mókás, aztán annyira megkedveltük, hogy igazából, nem tudom, hogy egész sok időt töltök benne, legalábbis a sok idő az tényleg egy pár óra, egy nap szól. Nem sok, nem annyira sok, de igyekszem, és ja, itt vagyok, itt ülök a Jarnosaurusomon, ez egy ilyen brutálisan suta állat, egyébként alig gyors, szóval nagyon az elején vagyok, tehát 25. szintű vagyok, de ez azt jelenti, hogy tényleg nagyon az elején járok a játéknak. Na, hogy mi ez a játék, viszont nagyon jó, tehát hát ha esetleg vannak olyanok köztetek, akik még nem próbálták, úgyhogy megpróbálok egy kis kedvet csinálni hozzá. Adott egy térkép, itt vagyunk, ugye van egy ilyen rohadt nagy térkép egyébként, valahonnan innen kezdünk, innen, és innen elindultok, és gyakorlatilag, ha Guardianekkel indultok, ugye két ilyen ellenálló van, azt mondja, hogy itt vannak a Defiantek, akkor innen indultok lentről, hogyha azt a sort választjátok, én a Guardianekkel voltam. Nem lövök le sztorit, hogy ki, hogy, meg miként harcol itt a bejövők interdimenzionális tehenek ellen, fogalmam nincs. A lényeg az, hogy itt kalandozgattam, eljöttem a fővárosba, ez a fővárosunk gyönyörű szép helyüként, olyan zene van, hogyha megmutatnám, bah, lehidalnátok. Aztán már elég itt 6-tól 20-ig lehet kalandozgat, lehet utána is nyilván egy nagyon jó ez a játék, mindenre gondoltak, de ez már egy kicsit veszélyesebb vidék, itt most próbáltam bejárni, ide még nem merészkedtem át, csak picit, és aztán majd gondolom el tudok jutni a nagyobb helyekre is, de igazából nem is csak a felfedezés a lényeg, hanem az, hogy ez a játék, ez a Rift, ez tényleg MMO-hoz képest olyan, hogy gyakorlatilag mindenre gondoltak benne. Én nem is hittem volna, amikor olvastam a leírásokban, hogy igazából ez egy olyan játék, hogy a készítők mindenre gondoltak. Egyszerűen zseniális. Ha kitaláltok valamit, hogy nektek az kell egy MMO-ból, akkor ez benne van. Tehát nem hoz történelmi újításokat, de minden játékból a legjobb van benne egyébként. Na, hogy mi ez a karakterem egyébként, azt mondják, hogy én egy törpe, harcos vagyok, próbálok, természetesen mivel World of Tanks játékos vagyok, próbálok tankozni. Ez azt jelenti, hogy próbáltam létrehozni egy olyan emberkét, aki igazából nem sebez nagyon sokat, de mindenképpen állja az ütéseket, tegnap vagy 15-öttek egyből szakálbetyárt gyógyított ő a törpe, gyógyító, és gyakorlatilag ketten végig csináltunk egy dungeont, a végén nagyon megizzadtunk, de sikeresek voltunk, összjáték az megvolt, és gyakorlatilag tudjátok, vannak ilyen kis cuccok, rápakoljátok, van ilyen hátizsákotok, találtok mindenféle jó kis cuccot, lehet rúnákat bepakolni, meg mindenféle jó dolgot, de a játék lényege nem az, mert ezt megtaláljátok több ilyen MMO-ban is, de megpróbálom megmutatni, hogy mi is a jó ebben a játékban. Hát az egy törpe harcost játszok, igazából az nem újdonság, szeretem a harcosokat. Igazság szerint, amitől másabb ez a játék, az az, hogy úristen, mekkora harcok vannak itt. Most nem akarok harcolni, meg akarok mutatni nektek csak valamit, de azt hiszem elkerülhetetlen lesz. A lényeg az, hogy igazából itt riftek nyílnak, az azt jelenti, hogy van egy hasadék, egy dimenzionális hasadék, és gyakorlatilag átpotyognak rajta a lények, jönnek, invázióznak, és nekem meg kell védeni az NPC-ket, a városokat, vagy hogyha nagyon jó cuccokat akarunk szerezni, vagy tényleg profi dolgokat, hát azt hiszem, hogy lehet, hogy itt rövidre fognak zárni, de pillanat, megpróbálunk akkor. Azt mondja, hogy is néz ki a csata, elnyomok egy ilyen pajzsot, csak így magamra, és ja, és azt hiszem, hogy futás, mert azt hiszem, hogy ezek nem szarral gurítanak. És már is itt vagyunk. Há, bénák. Na, szóval a lényeg az, hogy potyognak át ezek az interdimenzionális lények, és hihetetlen durva, itt legalábbis ez a rész ilyen iszonyat darkos, és marha jól néz ki. Lényeg, próbálom megmutatni, hogy mire is gondolok. Azt mondja, hogy
ha ezt mindjárt megverjük. Ezt mondja, hogy elvileg úgy néz ki, hogy látjátok balra fent itt a kardokat. Úgy néz ki, hogy nyomszer, tehát gyakorlatilag az első sebzés, második sebzés és a harmadik sebzés pedig mindig van más, tehát vannak különböző speckóink, agresszív blokk, minden más csinál, tele van speckókkal, van ilyen pacifying strike, és nyilván van egy ilyen, ez a finisher, ezeket buildereknek hívjuk, ezeket meg finishereknek, és nagyjából annyi a lényeg, tényleg abszolút kezdő vagyok az egészen, mint hogyha a World of Tanks... Ó, mit találtam? Tehát, hogyha a World of Tanksnek tényleg a legelső videóját mutatnám nektek, a karakterlapom, azt megmutatom, ez így épül fel. Nagyon sok kaszt van, a harcoson belül is van 8 darab, és mindenen belül, tehát van harcos, pap, mit tudom én, mindenféle vacak, nem is akarlak ezzel mutatni benneteket, de a lényeg az, hogy minden kasztból én kiválasztatom itt a, ezeket, és mindenből kiválasztatom a szólokat, és gyakorlatilag úgy építem fel a karakteremet, ahogy nekem tetszik. És egymásra építhetek kombókat, különböző ugye ilyen, látjátok, szerepekből, és hát hihetetlen ez a játék. Egyszerűen elkezdtek játszani vele, és így beszippant, és nem tudjátok abba hagyni. Na jó, hát oké. Ezeket most jó móresre tanítjuk. Nyilván nem az én szintem, úgyhogy meg nem is vagyok ilyen nagy sebzésosztó, én inkább ilyen csapatban tudok jól működni. De a készítők erre is gondoltak, ugyanis minden karakternek több szerepe lehet. Én most látjátok, hogy tankot játszok. És ha igazából mást akarok játszani, akkor vannak itt ilyen presetjeim, és akkor nem paladin lesz, hanem azt mondja, itt vannak a presetjeim. Csináltam még egy pillanat, hol van? Itt vannak róla a szerepeim. Csináltam még egy DPS-t, egy overlordot, és nagyjából ha ezzel akartok játszani, akkor csak átállítja, és már is megvan egyébként minden. Aktiválom, és gyakorlatilag itt meg úgy rendezem el a, mondjuk itt a, ide automatára nyomtam, de úgy rendezem el a képességeimet, hogy ugye a sebzésre koncentrálok. Tök jó. De igazából visszatérek ehhez, mert most igazából paladint akarok játszani. Szólózni egy kicsit egyszerűbb vele ugye egyedül harcolgatni, mert nyilván tudok gyógyítani magam, mondom, egy egész nagy előny, főleg, hogyha egyedül játszok. És íme! Amikor megnyílnak ezek a riftek, ezek az interdimenzionális vackok, akkor azért nem árt megnézni, hogy ezek hanyadik szintűek, ezek csak 21. szintűek, és látszik, hogy vala ütik egymást, de itt gyakorlatilag saját játékosok is jöhetnek, tehát ugye a rendes playerek, és akkor elkezdjük ütni egymást, és tök jó bulikat csapunk. Én viszont bejövök, és itt tudok olyan dolgokat kapni, mondja, meglátjátok, amiből lehet nagyon ritka cuccokat vásárolni. Ez egy annyira egyszerű, és annyira egyszerű magyarázat, hogy hihetetlen, szinte sírok, ha belegondolok, hogy úristen, mi ez? Miért fekszik? Na, kelj csak fel. Hogy igazából ebből megtanulni nem fogtok játszani, de azért érezhető rajta, hogy mégiscsak ügyesek vagyunk, és felszedjük a lootot. És nyilván itt lehet, hogy itt lesz a vég, mert igazából ennyit nem fogok tudni lecsapni. Persze figyelni kell nagyon itt a build, tehát itt az ütésekre, a kombókra, érdemes nyomni minden vacot közben. Mint mondtam, én egyedül harcolok most, de hogyha velem van szakálbetyárt, tegyük fel, akkor ő gyógyít, és gyakorlatilag olyan speckói vannak, hogy hihetetlen. Érdemes nekem is gyógyítgatnom magamat. És hát ez a játék egyébként ennyi. Illetve dehogy ennyi. Igazság szerint még el sem mondtam, hogy a városokban egy csomó mindent lehet vásárolgatni. És pillanat, csak megpróbálom itt kinyírni a srácot. Látjátok, hogy ez már a harmadik stage, ami jön majd. És különböző stage-eket kell megcsinálni, hogy be tudjuk zárni a riftet. Csak az a baj, hogy én nagyon... ugye egyedül egy kicsit nehéz. De lehet segítséget is kérni, de ugye a kemények nem kérnek segítséget. Gyerünk, Tamau Shaman. És hát különböző speckókkal próbálkozom. Vannak ilyenek, amik mondjuk csökkentik a páncélját. Mindjárt megmutatok, még lehet ugye egy ilyen különböző blokkolásokat bevinni. Érdemes figyelni a HP-mre, gyógyítani. És ilyen kis gagyik, kis skorpiók vannak.
Egyébként tök jó pofa. Egy törpét nem könnyű elintézni, srácok. Nem könnyű. Aha, kicsit gyógyítok magamon. Még szerintem ez is innen jött ki. A lényeg az, hogy ezeket az interdimenzionális lényeket megpróbáljuk jobb létre szenderíteni. És nagyjából szerintem ez néha sikerül is ezért. Ez is. És már is, ó, kaptam valami díjat. Ez az Planerite. A Planerite pedig van többféle egyébként ilyen... valuta a játékban, és a Planerite olyan, amiért nagyon ritka ilyen tök jó cuccokat tudunk vásárolni, de természetesen még ritkábbak is vannak. És gyakorlatilag eddig igazából egy forintot nem költöttem a játékra, tehát nem kell prémiumot venni, mint a VOD-ban, tehát igazából teljesen ingyenes ez egész. Elég egyszerűek a questek. Nem mondanám nagyon kimagaslóan érdekesnek őket egyelőre, de vannak benne azért tök viccesek is, meg nagyon jó ellenfelek. Inkább azt mondom, hogy maga a csapatjáték miatt játszok vele, tehát azért, hogyha mondjuk többen játszunk, akkor eléggé izgalmas és tök jó csaták lehetnek dungeonben, amikor megyünk, és nagyon kell figyelni, hogy rajtunk múlik a csata, ugye? Tehát ezt hiányoltam egy kicsit a VOD-ból, hogy a csata igazából ketten, amikor 13 havert mellénk rendelt a vörös hadseregből, akkor igazából kicsit nehéz volt nyerni. És itt viszont csak saját magunkra vagyunk utalva, és amikor ketten végigmegyünk egy dungeonben, és nem figyelünk egymásra, akkor viszont tényleg meghalunk. De ha ugye végigmegyünk, akkor tök jó ajándékokat kaphatunk a legvégén. És vicces, tehát jó pofa. Van sikerélménye az embernek, nem idegeskedik a meccsek után, és azért azt szerintem akár... Mi ez? Úristen, mi ez a hatalmas? Ja igen, lejár persze, mert egyedül azért nem tudom a... Ó, még a bónusz stage-et is sikerülne talán megcsinálnom, nem hiszem. Úristen, mi ez a nagy? Figyeljetek, tudok ilyet is. Ide vonzom gyorsan magamhoz, ő észrevesz, barátkozunk. És természetesen egy törpeinek nem mondhatjátok, hogy nem. Dodge. Lát, tudok blokkolni, agresszív blokk, minden tudok, gyógyítani tudok. És ennyi. És bezártam a riftet. Ezt a hasadékot. Elvileg ilyenkor kapok még ajándékot. Itt a végén bizony 21 Planerite-ot tök jó összegyűjtöm. És már is visszacsöppenünk ebből a kis borongós, kapok sok XP-t, borongós világba. És valljuk be, hogy azért ez marha jól néz ki. Azt mondja, hogy mit tudnék még megmutatni nektek, ami marha jó lenne. Nem is tudom, talán a fővárost? Na, nem, azt mindenkinek a saját fantáziájára bízom. Ajaj. Igazság szerint én most itt kalandozgatok. És figyelem, itt van egy rift. Ezt például meg tudnám nyitni. Ez tök vicces lenne. Ki tudom csalogatni belőle a benne lévő lényeket, és akkor egy ugyanilyen rift nyílik, mint most. És vannak ilyen inváziók, ha nem zárjuk be, akkor ugye egyfajtában küldi az inváziós csapatokat, akik kinyírják az NPC-inket. Azért, hogy itt mindenki meghalhat igazából, tehát gyakorlatilag nem arról van szó, hogy az NPC-ink túlélnek. Ha felveszünk egy küldet, és mondjuk a város mellett, vagy a outpost mellett megnyílik egy ilyen, akkor azt kinyírják. Itt valami nagy bunyó van, nézeteltérés, szerintem egy vajas kenyeret. Elveszítettek. Na, menjünk tovább. És... Hopp, ott egy barát, 26. szintű. Nagy gondja nem lesz akkor. Lehet teleportálgatni, vannak hátasok, vagy csomó lehetőség van egyébként, most tudom, miket nem mutattam még. Azt mondja, hogy player menüben ability, tudok craftelni, ugye itt ezt mutattam. Ami nagyon jó, hogy van instant kaland, tehát rányomok, és akkor egyből, ha megcsinálok hetet, akkor ugye egy csomó minden jó pozitív dolgot kapok. Lehet csapatot keresni, mit tudom én, van saját dimenzió, megmutatom a saját dimenziómat. Lehet ugyanis, nem csak hogy ugye ő ad nektek egy alapdimenziót, de gyakorlatilag vásárolhatok is kreditért, hogyha úgy van, egy nagyobb területet, és ezt átalakíthatom úgy, ahogy én jónak látom. Itt gondolom egy kicsit a Minecraftre próbáltak hajazni. Hát elég érdekes, na most annyira nem néz ki jól a dimenzióm, tehát sok minden nincs benne, van benne egy lisztes zsák, nem tudom miért, az kell. Két palánk, amit leraktam ide, egy asztal, egy szék, egy marha jó kék szőnyeg, ezt nem is tudom, hogy honnan sikerült szereznem. Egy kaiba, és gyönyörű kilátás a tájra.
olyan nyugtató, megnyugtató, egy kalózhajó, azt nem én raktam oda, vagy nem is tudom mi az. Éppen sötét van, de világos, ma higgyétek el, hogy sokkal jobb a kilátás. Nem hazudok. Jó pofa. Van Reef Store-tól kezdve. Komolyan mindent lehet csinálni bennem, mindent. Menjünk vissza a saját kis világunkba szerintem. És nem csak azt tűzi ki a játék célú, hogy gyakorlatilag mit tudom én, menjünk és jöjjünk egyfolytában, hanem nagyon jó questekkel próbálja itt tartani az embereket, és nagyon sok olyan lehetőséggel, ami a csapatjátékot próbálja egy kicsit, ezt nem tudom mi kibányászni, tehát a csapatjátékot próbálja egy kicsit erősíteni. És ettől jó ez a játék, hogy igazából lehet többen játszani, én ezért szeretek vele játszani. Egyedül kockolni sok játékkal lehet, de ezzel is többek között, de hogyha többen játszotok, akkor higgyétek el, hogy ez nagyon nagy élmény lesz. Nézzük, megpróbálok egy ilyet. Azt mondja, hogy már is megnyitok egy riftet. Ez talán most szerencsénk lesz. Ez elég durván néz ki. Ezek csak 21. szintűek. Megpróbálom elintézni őket. Egy Sky Beast Wrangler-t. Természetesen tudok többre sebezni egyből. Tudok nagyobbat ütni. Ezt megpróbáljuk kiblokkolni, és gyakorlatilag ti döntitek el, hogy hogyan harcoltok, miként játszotok, mivel. Mint mondtam, ez a törpe igazából egy tank, tehát igazából ő próbál sebeket felvenni. Wow, elég jól néz ki egyébként a játék, és marha jól fut egyébként még az én PC-men is. És hát... és ez csak... tehát mindig van másfajta, ez nem is tudom, hogy melyik, de nagyon jól néz ki. Van víz, tűz, föld, akkor ez a levegő. Á, nem is vagyok olyan buta. Igen! Dodge! Persze. És... ja. Szóval esténként általában ezzel szórakozunk. Ezért van egy kicsit kevesebb World of Tanks, de biztos vissza fogok térni a World of Tanks-be is, meg fogok játszani vele, főleg, hogy kijött az új 9.1, de egyelőre úgy egy kicsit bohóckodom ezzel, és aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Egyre nagyobb lények jönnek szerintem. Aha, nagyon jó, hát igen, ezt nem szabad csinálni, tehát amikor ennyien vannak ránk, akkor egy kicsit ugye megkérdőjeleződik az épelmélyűségem, de hát megpróbáljuk. Isten, mennyien ütnek, te jó ég. Megpróbáljuk kiütni ezt. És biztos, hogy meg fognak ölni, tehát itt már nincs esélyem, próbáltam egyet blokkolni. Persze vannak gyógyítalok, amiket el lehet nyomni, igazából blokkolni, agresszív blokk, van egy tömegsebzés, hopp, és itt már itt a vég, de még egyszer azért elnyomom a kis gyógyításomat, ugye a paladinnak van egy ilyen, hogy visszanyomja a full HP-ját, ami azért valljuk be egy elég hasznos trükk egy paplovaktól, miután levernek rólam 2600 HP-t, 2600, elég jó HP-m van, akkor ugye elég hasznos kis trükk az, hogy visszanyomom a teljes HP-mat. Hát így lehet operálgatni, de még így is iszonyat durvák voltak. Tehát ezt a Rift Eventet nem egyedül nekem találták ki, de vicces egyébként. Na, micsoda blokk volt! Nincs esélyetek! A lényeg az, hogy azért csinálom őket, hogy kapjak ilyen ritka dolgokat, és aztán utána vehessek magamnak meg a szuper brutális, még erősebb cuccokat. Ja, közben egyébként a questeket ő nagyon okosan beadja. Tehát ha valamit elkezdek, akkor nem kell ugye felvenni egyből valakitől, hanem ő beadja. És közben csinálhatom, hagyhatom, tudom én, késleltetem, amikor jó esik. Tehát tényleg akkor csinálom meg. Mindjárt is mutatom, amint lenyomtam ezt a kis egyszer vús valamit, egy ilyen kis krumpli fejűt. Pillanat, így néz ki a quest log. Nagyjából maximálva, hogy mennyi questet vehetek fel, de rányomok egyre, térkép is egyből mehetek is, megcsináltam. Mindig kapsz különbözőféle, te döntöd el, hogy milyen díjakat, XP... Szerintem nagyban hasonlít egyébként a World of Warcrafthez, de nyilván veterán WoW játékosok azt fogják mondani, hogy egyébként nem. Ezt pedig nem szabad csinálni, amikor... érdekes immun is.
Tehát minden játékból igazából szerintem átvettek belőle valami jót. És ez tök pozitív egyébként. Nem. Kezd szorulni a hurok. Ez elég erősnek tűnik. Mindig szembe kell fordulni egyébként. Igen. Egy flash render. Meg jól néz ki. Tök úgy néz ki, hogy ez mintha halál rift lenne. Nem, csak elrift. Oké, igyekezzünk gyógyulgatni. Persze vannak gyógyitalaim is, de azokat nem nyomtam el. Na mondjuk ezekkel már biztos, hogy ezekkel már igazából máshogy fog alakulni a dolog. És hát végülis az a jó, hogy hagyhatom, tehát van plan rajtam. Megpróbálkozhatnék azzal, hogy mondjuk ezt a picit ide vonzom magamhoz. Rrrrj! Van egy ilyen jó kis peckum. És hát most nem támad meg mindenki szerencsére. És a questek között viszont nem csak öldöklősek vannak, hanem van egy csomóféle minden vacag. De talán a questekben annyira nem erős a játék. Oké, vagy ha dungeon-öket is ide veszünk. Aha, na most akkor csinálunk egy olyat, hogy nekem igazság szerint... Ez most elég volt egy picit. Sok lesz. Hú! Ajjajjaj. Egyébként ez egy elég veszélyes hely, mert a szintem az még nem az igazi. Egyébként ide. Tehát én a 20-26-ot egy kicsit kevésnek tartom. Vagy legalábbis nekem, mert ugye ez a karakter nem erre való, tehát itt igazából sokkal több sebzést kéne felvonultatnom. De én igazából nem ebben vagyok jó, viszont egyedül szeretek játszogatni, azért kicsit lazulni. No, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk reméljük legközelebb, ha lesz egy jó meccs, akkor mindenképpen igyekszem egy World of Tanks videót csinálni, és nem csak törpülés lesz, hanem tényleg lesz valami más is, ilyen elég sötét és darkos helyen. Így van, nincs is itt térkapu, úgyhogy nem tudok visszamenni. No, köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!